Egyre többet esik az eső és hideg is van. A migránsok megpróbálnak behúzódni épületekben vagy tetők alá. Ilyen például a szabadkai autóbuszállomás is. Fáznak a migránsok. Egyeseknél van hálózsák és sátor, másoknak viszont csak egy pokróc jutott a hirtelen jött hűvös és esős napokra. Gyakran arra kényszerülnek, hogy vizes ruhákban töltsék az egész napot. It's very cold and raining. We are feeling freezing here at night. Ez az afgán migráns azt mondta, van, hogy 10 órán át gyalogolnak, akár esőben is. Amikor pihennek, igyekeznek tető alá húzódni. Ők a volt téglagyár épületénél bújtak el az eső elől. We doesn't have any way to sleeping. Just especially in this night we are sleeping here. The rain is coming and some guys just sick. Some of our friends is sick and so we have lots of problem here. Sokan kénytelenek a szabad ég alatt éjszakázni. Több megkérdezett járókelő is azt nyilatkozta, hogy sajnálja őket, hiszen a rossz idő és a tél közeledtével egyre rosszabb körülmények várnak majd rájuk. Én sajnálom őket, pláne azt a kisgyerekeket, azokat meg pláne nagyon sajnálom. Nekem is annak unokák, ilyen kicsi, meg minden, hát azért borzalmas, hogy ebben hidegben, még esőben, hogy vezetik el. Megszakad a szívem, hogy ennyi gyereket láttam, ilyen sok kicsit. Hogy is tudják hozni, van amelyik talán most szülte meg. Ez óborzalom. Mit tudnak ebbe csinálni? Időközben egy nagyobb migráns csoport érkezett a szabadkai vasútállomás felől. A villanyrendőr piros jelzését nem vették figyelembe, csak átvonultak az úttesten. Ezzel kisebb fennakadást okoztak a forgalomban. Néhány hete naponta ezren lépték át a macedón-szerb határt, mostanra ez a szám körülbelül 2000-re nőtt, közölte néhány napja a szerb belügyminiszter.